A Honda már jó ideje ajánlást kínál az európai piacon, amit csak megbánhatunk, mert megjelenik a japán márka középső rangú szedányának új generációjában, amelyet a Civic Cell készítenek, és vele együtt élhetnek. Mint sok más márka, a Honda évek óta visszavonják az európai piacon, bár az Accord egykor nagyon népszerű volt. A típust azonban más kontinenseken is felajánlották, és bevezették a legújabb generációjába, amely sokkal világosabb stílussá vált, amelyet bemutattak nekünk. Az új megegyezést az egyszerűség jellemzi, már nem osztja meg a formatervezést, amelyet a Honda szedánnak szeretni fog az ügyfelek többsége. Nem panaszkodhatnak annak méretéről, az Accord majdnem kinövi a középső rangot, 4,97 méter hosszú és 2,83 méter, kerekei akár 19 hüvelyk is lehetnek. Az új Accord bútorok ismerősek lehetnek, mivel a műszerfal stílusa követi az új Civic-et. Itt felszabadult a digitális hangszeres egység, a középső konzol 12,3 hüvelykes érintőképernyővel rendelkezik a Google-vel, és a teljes műszerfal szélessége a fedezetmentes szellőztető rács, amelyet a Civic-ben is láttunk. Kétféle motor van kínálva. Az alapmodellt egy 1,5 literes turbó 4 tartályú motor hajtja, 195 lóerővel és végtelen sebességváltóval, míg a felső modelleket a Civic-hez hasonló hibrid rendszer mozgatja, 2 liter benzinmotorral és 2 elektromos motorral, 207 lóerővel. És 335 NMP-es nyomaték. A vezetési támogatási rendszerekkel gazdagon felszerelt új megegyezés továbbra is az Egyesült Államok piacának egyik legnépszerűbb modellje lehet. Termelése folytatódik a Honda Ohio üzemében, ahol az elmúlt 40 évben több mint 12,5 millió példányt adtak ki. A világ más részein is elosztják, de Európában minden bizonnyal hiányozni fogunk. Ez is érdekli. A Honda 7 Sessions a CR-V-nél nagyobb szabadidős kocsit mutatott, 6 henger az új Honda pilótában. A Honda legnagyobb elektromos autója Prologue lesz, megmutatja, mi lesz a Honda jövője az elektromos autók korszakában. Megmutatjuk, mi lesz a Honda CR-V új generációja, a Honda családi szabadidős autója ebben a formában szintén az európai utakon található. Tetszett a cikk? Megosztanád?